Visszatértünk a konyhába, ahol elkészült a remek mű, Zsoltnak a remek műve, ami nem más, mint egy Cézár salát, egy picit újra gondolva, különlegesebb dresszinggel, és Krisztiánnak pedig jó étvágyat. Megkóstolom is a dresszinget. Igen, reméljük, jól lát a kritikusoknak is. Na, várjuk meg, hogy mi lesz itt a... Zsolt, maradhatsz, jól néz ki. Figyelj, a Réka nem is kóstolja meg, az nekem. Én nagyon szeretném, igen. Tehát amit láthatunk ugye, hogy római saláta ágyon látható ez az egész. Ez nem beforgatva, hanem megkenve van, ugye ezen még ugye adunk egy plusz neki. Ugye a Krisztián megpirította ugye a bagács szeleteket. Látod, a Zsolt milyen pontosan mondja? De a Réka közreműködésre, mert ugye kell hozzá fokhagy, másrészt az érzed benne, nem? Látod, azt én a jó passzeltet, a fokhagymapasszeltet, amit én csináltam? Így van. A kezén erő teljesen, mint a salátában. Ez tényleg így van. Szóval engem még az érdekelne, mert hogy itt említetted, hogy ugye a vagy a római saláta ágyon van, és ez, hogy megforgatva, ugye sokszor... Nem, mert meg van kemve. Igen, mert sokszor abban a hibába esünk, hogy így akkor van. Nagyon eláztatjuk. Igen, eláztatjuk, mert ugye megvágjuk, ugye csomóan, hogyha vágjuk a salátát, ugye romlik, akkor a salátának a minőség, és nem lesz olyan friss. Tehát ezáltal a frissességét, a resességét. A Réka bújtatva elárulta az ő hibáját, hogy az ő salátája mindig a pöttyöt lesz. Nem, hanem erre a technikára már én is rájöttem, ez hogy csak meg kell kenni. Meg kavarni kell, és szeretett maximum tépni, vagy szeretett vágni, inkább annyira ne. A csirkénél, na, ugye, hogy átsült, ugye, nagyon hogy jobb tökéletesen ez így? Nagyon jó, mint az éttermekben, nem, Réka? Olyan, amilyet én is készítem, jó? Én is megosztom. Nagyon egyszerű, ugye itt a tojás sárgáját, ugye a dijoni mustárral, meg a repszolából van, tehát ez egészségesebb is, és nem annyira intenzív, mint az olívaol, én ezért is választottam ezt. Zsolt, sajnos itt kell, hogy hagyjunk, de nagyon finomat készítettél, várunk legközelebb is.